Hát azt tudom mondani a rendszer működésről a mai tapasztalatok alapján, hogy elindult, a rendszer stabilan működött, több párhuzamosan futó előadás mellett is. Azt tudom mondani, hogy nagyjából 250-en vettek részt ezen az előadáson, és a rendszer legalábbis a mi oldalunkról nézve stabilan működött, és eközben ment 6 angol konzultáció is, és ennek ellenére sehol nem volt probléma, azóta visszajeleztek az oktató kollégákkal az angol konzultációkról, és ott is minden rendben ment. Úgyhogy stabilnak tűnik a rendszer, és ezt külön köszönjük az informatikai igazgatóságnak. Ha el akarunk indítani egy előadást, akkor rákattintunk a böngészőre, és megnyílik a böngésző, ahol pedig rákattintunk a Moodle linkre, eljutunk az Egyetem e-learning felületéhez, és itt jobb oldalt lehet belépni, ahol belépünk, a sekadostó megjelenik, rákattintunk a seka bejelentkezésre, és tulajdonképpen innentől kezdve beléptünk a saját felületünkre, ahol megkereshetjük a mi tárgyunkat, itt akár az általános orvostani kar, második évfolyam, és akkor itt megkereshetjük a konkrét esetben az élettan tárgyat, ahol itt vannak az általános információk, és itt van tulajdonképpen az a link, ami névvel elindítja az előadást, és itt tudom elindítani. És itt, hogyha én lennék a host, akkor el tudna indulni, de hát most nem én vagyok az előadó, úgyhogy ezért nem indul el.